Köszöntöm a stúdió dr. Balatincz Pétert, azt hiszem ön az első doktor, aki itt megjelenik nálunk, de hát ebből ne vonjunk le, túl messze van a menő következtetéseket. Nyilvánvalóan egy doktort hívtunk, mert a Magyar Orvosi Kamara álláspontját szeretnénk a nézőkkel is megismertetni, illetve azt a helyzetet, amit a kamara kritizál ezekben a napokban. Mindenki tudja, hogy a kormány pedig azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, elkészült az egészségügyi törvény, az úgy jó, ahogy van. Mi a probléma? Na most első kérdésem az lenne, hogy mi a probléma? Ugye az orvosi kamara megfogalmazott pár feltételt, vagy kitételt, amit szeretne elérni, amire törekszik. Én üdvözlöm főszerkesztőt, köszönöm szépen a meghívást, és hát úgyis jelen vagyok itt, mint a MOK-nak az Országos Felügyelő Bizottság elnöke. Február 4-én a Magyar Orvosi Kamara megtartotta a rendkívüli küldött közgyűlését. Ez nem előzmények nélküli dolog. Ugye a kormány most nekifogott annak, hogy átalakítsa az egészségügyi rendszerét, ami egy jó dolog, régóta várunk arra, hogy ez elkezdődjön. Viszont ugye még az első küldött közgyűlése júliusban, amikor volt a rendes közgyűlés, amin megjelent az államtitkár úr, nem a közgyűlésen, hanem előtte napon való kongresszuson, és közölte a kamarával, hogy semmi olyasmi nem fog az egészségügyi törvényekbe átmenni, amit előtte a Magyar Orvosi Kamarával, illetve a szakmai szervezetekkel leegyeztettek volna. Aztán kiderült, hogy készül ez a törvénytervezet, készülnek a rendeletek, a Magyar Orvosi Kamara várta, hogy megkapja ezeket a törvénytervezeteket. Először augusztus végére ígérték, hogy megkapjuk, aztán utána már szeptemberben láttuk egy Facebook posztban, hogy ott szerepel az asztalán, és még mindig nem kaptuk meg. Egyszer csak novemberben megkaptuk a törvénytervezetet, és egy 4-5 napos véleményezési időszakkal kaptuk meg, hogy mondjunk róla véleményt. Előtte tehát voltak tárgyalások, voltak beszélgetések, de ezek inkább csak keret dolgokról történtek, hogy körülbelül mi hogy látjuk, mi lenne jó, hogy lenne jó, de konkrét dolgokról soha nem esett igazán szó. Konkrét dolog az volt, amit odaadtak nekünk véleményezésre 4-5 napra. Hát igen, rövid idő volt, de ennek ellenére a Magyar Orvosi Kamara és a területi szervezet, ami 22 darab területi szervezetből áll, összeállított egy 170 oldalas dokumentumot. Ez lépésről lépésre végigvette ezt, tényleg megfeszített munkával ez alatt a 4-5 nap alatt összeraktuk, hogy mi az, ami ebből a törvénytervezetből a Magyar Orvosi Kamara számára nem elfogadható, illetve hát amin változtatni kellene. Ez volt 170 oldal. Ez volt 170 oldal. Hát akkor volt kritika bőven. Volt. Tehát, hogy ez ügybe, és ez el lett küldve, ez a 170 oldal. Aztán utána még dr. Kincses Gyula, a magyar, igen, az elnök, ő megjelent még a benyújtás után a parlamenti bizottságnál is, hogy elment személyesen a Népjóléti Bizottság üléséről, szintén kiemelte, hogy mi az, amit mi nem tartunk ebből a dolognak elfogadhat, és kérjük, tehát akkor csak pár olyan passzust, ez főleg arról, hogy az azonnali kivezénylés, a plusz-minusz, tehát plusz 40-20%-os béreltérítés, bércsökkentésről, igen, és volt még egy-két ilyen passzus, hogy ezeket kérnénk, hogyha vegyék ki, hagyják ki belőle, ezeket tárgyaljuk újra, ezek meg az orvos minősítésekről és egyebekről szóló passzusokat, hogy vegyék ki belőle, és ezeket majd tárgyaljuk újra, gondoljuk újra az egészet, más rendszerben máshogyan. De hát a parlamenti bizottságban szintén leszavazták, aztán változtatás nélkül az egészet benyújtották a parlamenteri. Ez azt jelenti, hogy az önök javaslatait gyakorlatilag ignorálták, tehát nem vették figyelembe a törvény végső szövegének megalkotása. Igen, hát kvázi... Nem tudom semmit. Nem. Tehát most ne kerteljük. Tehát, hogy igazán az volt, hogy utána megjelent még, aztán a kormány, a társadalmi vitára bocsátották az új kormányrendeletet is decemberben. De az is mutatni kell valamit. Mutatni, így van, hogy ez társadalmi egyeztetésre került. Az új, tehát hogy a törvény mellé írott kormányrendeleteket is elküldték, de azt is úgy, hogy december, hát talán 17-e, vagy nem tudom, 7 napos határidővel, december 24-ig. Karácsony. Más dolga sincs az embernek, mint hogy véleményezzen. Igen, véleményezzen, de erre is megküldtünk egy 120 oldalt. Nem hagyták magunkat. Nem hagytuk magunkat.
És ezek után még 23-án az államtitkár úr eljött a Magyar Orvosi Kamarához, hogy hát ezt Facebook élő közvetítésben közvetített is a kamera. Is. Így van, hosszú. Érdekes, ez egy érdekes megbeszélés. Aztán bevásárol sietett az államtitkár után? Hát azt én nem tudom, de ez mindegy, is nem is ez volt a lényeg a dolog, hogy sok minden elhangzott. Úgy tűnt, hogy talán van valami fogadókészség, de a vége felé elhangzott, hogy de az a probléma, hogy az idő rövidsége miatt a közlöny már a nyomda felé tart, tehát hogy ebből a megbeszélésből, a javaslatokból már nem fog semmibe kerülni. Ezekben majd esetleg későbbi kormányrendeletekben ezek majd javításra kerülnek. Ez a de és semmi fog. Jól. És ezt követően még megjelent a társadalmi egyeztetés törvény előírja, hogy ezt a honlapon meg kell jeleníteni, hogy kik küldtek be, majdnem egy név szerint és a szervezetek szerint megjelölve, melyik pontokhoz, és ezekben a pontok között és a nevek között a Magyar Orvosi Kamara a 120 oldalas véleménye nem szerepelt, mint érdemi észrevétel. Tehát, és ezzel, hogy érdemi észrevétel nem történt, ezért ezeket ez változtatás nélkül. De ez nettó valótlanság, nem? Hogyha ennyire akarunk. Hát ez jelent meg, úgyhogy és ezek után töltött úgy a Magyar Orvosi Kamara, hogy most valamit már lépni kell, mert eléggé figyelmen kívül hagyják a véleményünket. És akkor úgy döntött a kamara, hogy összehívja a küldött közgyűlését, a rendkívüli küldött közgyűlést. Ezt a kamarának az alapszabálya is előírja, hogy abban az esetben, hogyha a kamara elnöksége munkája során olyan tény jut a birtokába, ami a lakosság egészségi állapotát veszélyezteti, vagy az orvosok érdekeit súlyosan sérti, akkor rendkívüli közgyűlés hivandó össze. Tehát nem az, hogy összehívható, hanem ez kötelezi az alapszabály erre. Itt is van egy külön vélemény, ugye a kormány azt mondta, hogy hát a belügyminisztériumhoz senkit nem hívtak meg, viszont Komáromi Zoltán szíves közléséből tudjuk, hogy ezek nyilvánosak, ezek a küldött közgyűlések, tehát akinek orvosi diplomája van, az akár tiszteltetés tehet, és bár pedig a belügyminisztériumban gondolom van ilyen. Igen, végülis ezt politikai téren nem terelném a dolgot, de annyi biztos, hogy a Komáromi Zoltán orvos és országos küldött is. Emiatt ő kapott meghívót erre a rendezvényre, és ezt befejezzük. A másik oldalról az, hogy a tagok számára nyilvános a küldött közgyűlés, tehát aki orvos, az eljöhet, de nem tagnak kell lenni, az ott lehet, igaz, hogy tanácskozási jog nélkül, az ülést nem zavarva ott lehet végighallgathatja. Ha esetleg olyan van, hogy a küldött közgyűlés úgy dönt, akkor szólhat is hozzá. A másik az, hogy a törvény, azért a kamarákról szóló törvény, az kimondja azt, hogy aki kormányzati és közszolgálati jogviszonyban olyan törvények előkészítésében meghozatalában játszik szerepet, amelyet a MOK-nak véleményezni kell, annak a tagsági viszonya a törvény erejénél fogva szünetel, tehát az addig, amíg ebben a pozícióban van, nem tag. Tehát a tagi jogai és kötelezettségei is szünetelnek. Erről ennyit. Hol tart most a dolog, mert ugye az orvosi kamara, hát Kincses Gyula is megfogalmazta, hogy kemény ellenállásra lehet számítani, vagy önök mindenképpen az egész egészségügyi rendszer megváltoztatására törekszenek, mert annyi a baj. Pontosan, tehát hogy itt nem arról van szó, vannak azonnali követeléseink, és vannak hosszú távú dolgaink. Leginkább azt szeretnénk, hogy egy jól működő egészségügyi rendszer jöjjön létre, mert a jelenlegi egészségügyi rendszer azért nem jó, tehát a beteg és az orvos, hogy nem egy jó egészségügyi rendszerben találkozik egymással, és ebből adódnak a különböző problémák. Ez helyi szinten és országos szinten, tehát az állami egészségügy nem működik jól, ezt mi is látjuk. Az igaz, hogy a fizetéseket az orvosoknál megemelték, de a szakdolgozóknál ez nem követte, ezért is rakta a kamara most első helyre, és azonnali követelésként azt, hogy januárra visszamenőlegesen a szakdolgozók bérét is rendezzék. Fizetéseket megemelték, bocsánat, hogy közbevágok, de a pótikokat meg elvonták, nem? Ez változó, tehát erről pontos felmérésünk nincsen. Fizetési szabad, hogy az előtte, igen. Utána, az előtte az több, mint az utána. Tehát a februári bér az kevesebb volt, mint az előtte. Nem biztos, hogy mindenhol, de az biztos, hogy sok volt helyen, olyan, de sok helyen. Sok helyen ilyen előfordult. Ez
Ez nem csak ettől függ, ez a különböző, nem ez a kardinális kérdés. Itt igazából az van, hogy ugye az alapfizetés, ne a pótlékokkal és egyebekkel törődjünk, hogy azt adták, elvették vagy csökkentették, hanem azt nézzük, hogy az alapfizetéseket nem emelték. Nem emelték, és ezt csak július 1-jel akarják, de nem visszamenőlegesen. Hát az egészségügy szakdolgozókét. Szakdolgozókét, így van. És hát az egészségügy orvoshiányjal küzd, de ami még fontosabb és még nagyobb gond, az, hogy szakember hiányjal. Tehát a szakdolgozók hiányával küzd rettenetes módon, hiszen mi tímben gyógyítunk, tehát mi nem, tehát az orvos nem a szakdolgozó nélkül egy félkarú valami, tehát igazán rájuk nagy szükségünk van, és arra, hogy ők megfelelő számban rendelkezésre álljon. Most milyen frontokon folyhat ez a küzdelmet? Ugye részben van egy egészségügyi törvény, ami több sebből vérzik, de nagyon sok sebből vérzik, tehát például a ügyeleti rendszer átalakítása is egy nem teljesen kiforral dolog, sőt én úgy hallottam, hogy a Hajdú-Bihar megyei kísérletnek a zárójelentése titkos is. Ennek az adatait nem kaptuk, hiába kértük. Tehát ez alapján nem tudunk semmilyen véleményt mondani, azon kívül, hogy azt mondják róla, hogy jól sikerült. És ezt a modellt, ezt országos szintre akarják kiterjeszteni. Tehát erről semmiféle adatunk nem áll rendelkezésre. Hát a szintén az most tulajdonképpen, szóval, hogy az ügyeleti rendszer átalakítása az egy probléma, nem is igazán ez a legnagyobb probléma. Van rengeteg minden, ami a házi orvosokat érinti, az ő finanszírozásukat érinti, az ő önállóságukat, az ő tulajdonképpen praxisuknak a létét fenyegeti, illetve ugye a másik részről pedig a kórházban dolgozó szakorvosokét, illetve a kórházi orvosokét, ott főleg ugye az, hogy az azonnali átvezényelhetőség, az, hogy az alapfizetés eltéríthető mínusz 20 plusz 40%-kal, de önmagában az is, hogy ez így nem működtethető. Tehát, hogy mi azt próbáljuk üzenni. Tehát, hogy amit most a kamara elhatározott a küldött közgyűlésen, az, hogy a kórházban dolgozók, illetve az olyan ESZJTV alatt dolgozók, akik különböző intézményekben dolgozók, hogy kérik tőlük, hogy az önként vállalt többlet munkájukat, hát úgy mondják, hogy tegyék letétbe a felmondását, illetve a házi orvosok, és ezt a házi orvosok javasolták, hogy ne írják alá ezeket az új ügyeleti szerződéseket. Sőt, volt olyan háziorvos, egy felmérést készítettünk még decemberben, ahol 8000 doktor válaszolt, ebben volt háziorvos, szakorvos, hogy mit tennének meg egy nyomásgyakorlás esetén, és volt olyan, aki azt nyilatkozta, hogy ő még a feladat ellátási szerződésének a felmondását is letétbe helyezi, azaz a praxisát is. És ezek elég sős fenyegetések már, mert ugye, ha ezt beélesítik, akkor itt minden megáll az ország. Gondolom, ezt nem vállalnák ezt a felelősséget, hogy ne legyen ellátatlan beteg, de érteni kéne a kormányát. Igen, ebből, hogy... de hogy ez nem egy sztrájk, tehát ez nem azt jelenti, hogy megáll az ellátás. Itt arról van szó, hogy van az önként vállalt többlet munka, amit például az intézményekben dolgozók. Ezt azért érdemes, tehát meg kell ezt érteni, hogy mi ez. Tehát ez az a munka, hogy én ledolgozom a 40 órás munkahetemet, ezen kívül kötelezhető vagyok, még 35 óra munkára havonta, és ami ezen fölül van, tehát amit mi önként és teljesen csak azért, hogy ez az egészségügy működőképes legyen, beleteszünk ebbe még. Ez elmehet akár ugye az összes az egész együtt 240 óráig, de hát ez néha még ennél is több, de ezt már önként tesszük bele. És azt mondjuk, hogy most ezért az egészségügyért, ami most van, és ezért az átalakításra, lehet, hogy ezt a pluszt nem fogjuk beletenni. Egy darab, addig, amíg ezek a követelések nem teljesülnek. Mi lehet ennek a következmény, hogyha ezekről a munkaórákról vagy ügyeletekről le kell mondani az egészségügynek? Tehát ki látja azt a munkát, amit eddig ugye önként vállalt túlmunkában végeztek? Tehát itt az a lényeg, hogy nem szeretnénk, hogy idáig eljusson. Igen. Tehát hogy a kamara célja nem az, hogy ez megtörténjen. A kamara célja az, hogy induljon egy értelmes párbeszéd, egy egyeztetés, üljünk le, és kezdjük el kialakítani azt az egészségügyet, ami a betegnek is jó, meg az orvosnak is jó, illetve a szakdolgozóknak, illetve mindenkinek, aki az egészségügyben van, úgy hívjuk, hogy egészségügyi szereplőinek jó. Hogyan lehet ezt ennek elébe menni, hogy amit megbeszélnek, amivel megállapodnak, az tényleg
Nemzetközi Bizottságnak kell ezt ellenőrizni? Vagy nem, hanem hát ugye felmerült a kamara részéről, hogy ugye egy ilyen egészség, ami nem tudom, hogy mennyire cseng jól ez, de egészségügyi kerekasztalt kellene létrehozni. Tehát ami azt jelenti, hogy ott jelen vannak a kormányzat részéről, jelen vannak a politikai pártok, jelen van a Tudományos Akadémia, jelen vannak a szakdolgozók részéről, az orvosok részéről, és mindenki. És ez a grémium dolgozza ki azokat a jogszabályokat, azokat a kereteket, ami mentén majd az egészségügy dolgozni fog. Tehát ami mentén el lehet menni. Az, hogy ennek a realitása van, de ezért kezdtünk egy ilyen nyomásgyakorlásba, hogy ennek legyen a realitás. És mondta az elnök, hogy ez nem egy öncél nyomásgyakorlás, ez a hatékony tárgyalásnak az eszköze kellene, hogy legyen. Amikor az egészségi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt behozták, előtte szombaton a Magyar Orvosi Kamara elnöksége, fent volt a Karmelitekkel, azt mondta, ahol, ugye itt a Covid-járvány azért ez rendesen belejátszott ebbe, a miniszterelnök elfogadta a kamara bértábláját. Semmi mást. Erről került ott szó, és erről történt ott döntés, hogy rendben van, oké, ezt a táblát, amit benyújtottatok, átnéztük, elfogadjuk. És ezt követően teljesen váratlanul és előzetes említés nélkül történt meg, hogy rá következő hétfőn benyújtásra és már rögtön vitára és elfogadásra került ez az ESZJTV törvény. Erről halvány gőzünk nem volt, nem pedig tudtuk azért volna. Megemlíthették volna, hogy ilyen is van. Hát meg, de nem tették. Nem tették, nyilván jól felfordult érdekükből. Na most mire számíthatunk, és milyen időtávon? Ugye most kilátás van, hogy a házi orvosok esetleg nem írják, hogy letétbe helyezték, hogy nem írják alá az új ügyeleti rendszert. A szakdolgozók bérének a kifizetését önök próbálják előbbre, vagyis emelését előbbre hozni. És van egy csomó követelésük, amik nem nagyon látszanak teljesítés alatt állónak, hogy szépen fogalmazzak. Tehát hogy lehet innen tovább lépni, hogy mi lehet hát a következő? Ez egy nagy kérdés, mert ez rögtön ugye a küldött közgyűlés után is felmerült ez a kérdés, hogy milyen tehát hogy mi ez az időtáv, amin belül azt mondjuk, hogy ha nem valósult meg, akkor ez élesítve kerül. Ezt nehéz megmondani, és nem is mondtunk rá semmiféle időpontot. Azt tudtuk mondani, hogy ez most február 4-ével elindult, és ugye ebben a részvétel önkéntes. Most mennek majd ki azok a nyilatkozatok, amiket majd aki ehhez csatlakozni szeretne a nyomásgyakorláshoz, aláír és letétbe helyez a kamara területi szervezeteinél, illetve a kamaránál. Ez az önként vállalt többletmunka dolog. Az ügyeleti aláírás az ugye megyéről megyére megy, havonta más-más megyénél kerül bevezetésre. Ezek fognak legelőször talán meglátszani ennek a nyomásgyakorlásnak, hogy melyik megyében hányan írják alá, de ez mindig ugye adott, hogy éppen melyik megyében szeretnék bevezetni. Ez megyében ez mennyire fejlődő? Én nem tudom, az az igazság, hogy még nem ért ide, tehát ha ide ér, majd akkor de lehet Budapesten róla beszélni. Budapesten nem lesz, azt tudjuk, az nem merik. Ott nem, a Budapest egy külön, igen, bánásmódban részesülő hely, de a megyéknél... Megyéknél ott úgy van, hogy a megyékről megyékre, és mindig attól függ, hogy egy-egy megyében milyen hajlandóság van. Az látszik már, és most, hogyha a MOK-nak a Facebook oldalára fölmegy, látja, hogy elkezdődött egyfajta nyomásgyakorlás, presszionálás azokban a megyékben, ahol indul ez a rendszer, hogy a házi orvosok felé, hogy tessék aláírni, mert különben baj lesz, és erre az orvosi kamara már reagált, hogy ez egy teljesen normális és legális tiltakozási forma, úgyhogy hogy nem elfogadható, hogyha ezek a mindennapok, ugye, de... És ezek, tehát a házi orvosi rendszernél fog legelőször jelentkezni, mert ott megy. Tehát ott elindult ez a dolog, és ott megyéről megyére megy. Most, ahol még ez nem indult, ott nem lesz ez még probléma, mert ott még nincsen ilyen. Ott még a régi rendszer, de hogy ha odaér, akkor ott majd látszani fog. A kórházaknál egyelőre nem tudunk mondani, és nem is akarunk mondani, hogy ez mikor. Tehát, hogy éppen ezért mondta azt a kamara is, hogy nem ez a cél, hogy most akkor július az, hogy érjen célba az az üzenet, hogy hát akkor ez változzon meg, és kezdjük el azt a közös munkát, amire szükség van. Mert pedig munka van sok, ugye, mert megjelent egy EU-s tanulmány Magyarország egészségügyi helyzetéről például, és az a rezüméje, hogy
hogy kevés pénzből és alacsony színvonalon folyik a munka Magyarországon. Tehát ez egy olyan átfogó adathalmaz takar tulajdonképpen, hogy nagyon sok helyen kell változtatni az egészségügyi rendszeren. Erre nem is tudom, van-e átfogó koncepció mondjuk a kamarának. Tehát részkérdésekben nyilván határozott álláspontja van, de az egész hogy nézzen ki? Vízió szinten. Vízió szinten van, ez fönn is van a honlapon. Persze ezek ilyen nagy vonalak, nagy körvonalak, de ugye ehhez lenne jó az, hogy erre különböző bizottságok aztán alakuljanak, ahol pontosan kidolgozásra kerül. Tehát most mi nem fogjuk tudni megmondani, hogy ne, mit tudom én, 15 darab háziorvosi ügyelet legyen, hanem 12 vagy 20, mert hogy az a jó, hanem hogy ez szakmai indokok és koncepció mentén alakuljon ki, ne úgy alakuljon ki, hogy kinyitunk egy Excel táblát, és abból kiolvasva az adatokat, amik nem mindig azt mutatják, ami a valóság, abból dolgozunk, tehát hogy azért az élet az másképp működik, mint így van, és nem akarom túlbonyolítani a kérdést, de hát valamikor ült egy másik stúdióban velem szembe egy politikus, és ő azt mondta például, az egészségügyről szó, hogy itt olyanok is vannak, hogy domborzati viszonyok, mentők kiérkezés ideje, tehát helyi sajátosság, nem lehet egységesen szabályozni az egészet, hanem meg kell adni a lehetőséget arra, hogy helyben az adott helyzetben. Pontosan, tehát ez mindig adaptálni kell. Hol helyezkednek ezek a kórházak, milyen osztályok vannak, stb. Tehát ne is gondoljuk pont el, hogy milyen nagy munka ez. Igen, de egyszer neki kell állni. Tehát, hogy pont ezt mondtuk, hogy ennek egyszer neki kell állni. És így van. Tehát, hogy az, hogy megyéből megyéről megyére menni, átnézni, hogy mi a helyzet, megnézni. És még azt is mondom, tehát, hogy ha nem feltétlenül tartjuk a vármegye határokat most, akkor vármegye határokat, hanem tényleg azt nézzük meg, hogy egy adott kórház környékén milyenek az útviszonyok, milyenek az elérhetőségek, mikor ér ki a leggyorsabban a mentő, mikor, hol milyen felszereltség van, és az hova tud a beteg leggyorsabban eljutni még az adott időn belül, akkor úgy szabjuk meg, tehát hogy az egészségügy nem feltétlenül fog, mit tudom, a marcallnál megállni, hanem ott ez a falu, ez már ehhez van közel, de még ide tartozik, de innen 70 kilométert kell utazzam, de ha a másik irányba indulnék el, de nem tehetem meg, mert van egy virtuális vármegye határ, onnan meg csak 30 kilométer lenne, tehát hogy ezt teljesen újra kellene gondolni, hogy hogyan legyenek ezek a határok az egészségügyben, meg ennek a szerkezete. Hát gondolom a betegek nevében is szólok, kíváncsian várjuk a fejleményeket, mert hiszen minden a mi érdekünkben, vagy az állampolgárok érdekében történik, és azzal együtt persze, hogy az orvosok harcolnak ezért, ami kicsit furcsa, ugye, mintha a saját magukért, pedig nem. Hanem a társadalmi egészségért. Igen, és ez pontosan szeretnénk, hogy mi nem, tehát nem azért küzdünk, hogy nekünk jó legyen, itt azért küzdünk, hogy egy olyan egészségügyben tudjunk dolgozni, ami mind nekünk, mind pedig a betegeknek a legjobb. Így van. A gyógyulás alapfeltétele, szerintem. Így van. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzá. Én köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm.